Madár csicsergő, szép jó napot kívánok mindenkinek! Elérkeztünk a következő videómhoz, hogyha nem találkoztunk volna még, akkor én Markó Rebeka vagyok. És ha nem jöttetek volna rá, akkor a mai videóban gyantázni fogunk, ugyanis nagyon sok üzenetet kaptam mostanában gyantával kapcsolatban, és arra gondoltam, hogy egy kicsit megpróbálnám lebontani nektek. Remélhetőleg érthetően el tudok mondani mindent, ami a gyantázással kapcsolatos. Szerintem minden fajtáját be fogom nektek mutatni, megmutatom, hogy hogy kell használni, milyen tippek, trükkök, praktikák vannak gyantázással kapcsolatban, és remélem, hogy fogok tudni nektek segíteni egy kicsit, hogy otthon is el tudjátok végezni ezt a folyamatot. Szerintem, amivel kezdeni szeretnék, az maga a gyantának a típusai. Van nekünk itt egy hideg gyanta csíkunk, ilyet biztos, hogy mindenki látott már. Ha máshol nem, akkor nálam videóban. Elképesztő módon görcsöl egyébként a lábam ma. Tehát a hideg gyanta csík így néz ki. Áú, muszáj kiraknom. Help! Ennek a lényege az, hogy van két lehúzó csík, aminek a belsejében már az előre odakészített gyanta benne van. Ezt valamilyen módon fel kell melegíteni. Reklám szerint a kezed közt kell összedörzsölni, és úgy kell felhelyezni a bőrödre, majd bőrödre és a szőrödre, majd lehúzni. Szőr növekedéssel ellentétes irányban. Viszont amikor én ezt használom, akkor legtöbbször vagy egy szőnyeghez dörzsölöm hozzá, hogy igazán fel tudjon melegedni, vagy, hogyha nagyon fancy-nek érzem magam, akkor hajszárítót szoktam használni hozzá. Erről igazából nem is kell többet tudni, a csomagolásban találtok olajos törlőkendőt, amivel utána le tudjátok törölni a rajta maradt gyanta maradékot. Amit fontos tudni, hogy a gyanta nem oldódik vízben, tehát mindenképpen valami olajat kell használni ahhoz, hogy a maradékot le tud törölni, mosni a bőrödről. És egy nagyon fontos dolog gyantázás előtt, hogyha azt szeretnétek, hogy ne nőjön be a szőrötök, illetve minél könnyebben tudjatok gyantázni, akkor gyantázás előtti napon bőrradírozzatok, és amikor gyantáztok, vagy használjatok valami alkoholos törlőt, vagy kifejezetten gyantázás előtti folyadékot használjatok a bőrötökön. Nem szabad, hogy zsíros, olajos legyen a bőrötök, különben a gyanta nem fog tapadni, mint ahogy mondtam, az olaj oldja a gyantát. És nagyon fontos, hogy száraz legyen a bőrötök. Ehhez tudtok használni hintőport. Ez egy nagyon hasznos trükk, ami nagyon sokat tud nektek segíteni gyantázásnál, bármelyik testrészeteken. A következő típusú gyanta az a görgős gyanta, amit így tudtok megvenni. A legtöbb fodrász kellékbe, legtöbb drogériában megtalálható. Ezt be tudjátok tenni mikróba megmelegíteni, viszont akkor nagyon vigyázni kell, hogy nehogy túl forró legyen. Vagy lehet kapni ilyen készüléket, aminek van egy alja, nem tudom, hogy az látszik-e ott, be kell pattintani, és ez a megfelelő hőmérsékletre melegíti fel a gyantát. A görgős gyantát úgy kell használni, hogy szőrnövekedésen megegyező irányban viszitek fel, majd egy erre való papírral, gyantapapírral rásimítjátok a bőrötökre, és szőrnövekedéssel ellentétes irányban lehúzzátok. Meg is fogom mutatni, de szeretném előbb gyorsan elmondani. Ezután a következő gyanta fajtánk az a hideg gyanta, amit az Insta hirdetéses rendelős videómban láthattatok, hogyha nem láttátok, akkor itt le tudjátok csekkolni. Ennek annyi a lényege, hogy nincsen szükség hozzá papírra. Ugyanaz a művelet, ugyanúgy szőrnövekedéssel megegyező irányba kened fel és ellenkező irányba húzod le, viszont nem kell hozzá papír, hanem egy ilyen kis készülékben fel kell melegíteni, egy spatulával fel kell venni a gyantát, ezzel kell felkenni, és utána húzzátok le. Meg kell várni, hogy egy picit megszáradjon, megkössön, utána tudod leszedni. És az utolsó gyanta formánk az a cukorgyanta, amit őszintén megmondom, hogy nekem még soha, de soha nem sikerült. A mai napon hármat is csináltam, amiben egy kis beletekintést kaphattok.
Amíg készül a cukorgyanta, szerettem volna beugrani, és egy pillanatra beszélgetni veletek. Szeretném elmondani, hogy nagyon sokszor próbáltam már cukorgyantát készíteni, de valahogy sose sikerült úgy, mint ahogy kellett volna. Megtaláltam ezt a csajt TikTokon, és az ő receptje alapján próbáltam elkészíteni, ugyanis nagyon sok támpontot adott hozzá, viszont azt elfelejtettem mondani, hogy a színe egyáltalán nem számít, hogy hogy néz ki. Úgyhogy az első próbálkozást, ahogy láthatjátok, egészen szép karamell színűre hagytam bebarnulni, ami mint utólag kiderült, hogy hatalmas hiba volt, ugyanis olyan kőkemény lett, hogy a kanáról alig tudtam leszedni, majd amikor le tudtam szedni, akkor kiderült, hogy igazából konkrét kemény cukorkát készítettem. Úgyhogy ezt az ötletet el is dobtam, és beöntöttem egy tálkába a maradékot, amit aztán meg is bántam, ugyanis szörnyű volt belőle kiszedni. Következő körben ugyanezt a receptet próbáltam meg elkészíteni, viszont eldöntöttem, hogy egyáltalán nem fogok figyelni a színére, és megérzés alapján fogok menni, mint halljátok, kopogós. Biztonság kedvéért azért megpróbáltam lecsekkolni, hogy hát, ha mégis sikerülhet, de egyáltalán nem működik. Nagyon nem. Közben elkezdett forni már a második adag is, és hagytam rotyogni. Ha valakinek van tuti tipje cukorgyantához egyébként, azt várom, mert így sem lett tökéletes. Ahogy látjátok, lehet belőle kis golyót tekerni, de még egy kicsit ragacsos, pont ahogy a csaj mondta. És hát nézzük meg, hogy szuperált. És kettőt hoztam magammal, és reménykedem benne, hogy valamelyik működni fog, de nem kifejezetten bízok benne, hogyha őszinte szeretnék lenni. A cukorgyanta az egyetlen olyan gyanta, amit nem olajjal kell leoldani, ugyanis a cukrot oldja a víz, tehát vízzel lemosható. Ezt is lehet textillel, gyantapapírral nem fog lejönni, viszont textilcsíkkal le tudjátok húzni, amit utána ki is tudtok mosni mosógépben, ugyanezen az alapelven, hogy a cukrot oldja a víz. Illetve a cukorgyantának az a különlegessége, hogy kézzel is tudjátok használni, amit úgy kell elképzelni, szőrnövekedéssel ellentétes irányban kenitek fel, és megegyező irányban húzkodjátok le, és a cukor ragacsossága miatt fog igazából a szőrötök kijönni. Ami elméleti szinten, és egyébként tök sok embernek működik is, nekem még soha, de soha nem sikerült. Úgyhogy itt van a csodálatos gorilla lábam, és ezen fogjuk letesztelni ezeket a módszereket, és megmutatok nektek mindent, hogy működik. Úgyhogy átköltöztetlek titeket egy kicsit közelebb, hogy lássátok, és kezdjünk is bele. Remélem így fogtok látni mindent. Soha nem gondoltam, hogy a szőrös lábamat fogom mutogatni a YouTube csatornámon, de itt van teljes valójában. A csodálatos ütődéseimet azt nézzétek el, nagyon durván érzékeny a bőröm, akármire tudok kék-zöld-lila foltokat produkálni. Emiatt a videó miatt nem önbarnítóztam, úgyhogy úgy is nézek ki, mint egy szellem, de remélem azért nem fog teljesen kiégni a kép. Sajnos nagyon sok mindent nem találtam itthon, úgyhogy rendes gyanta előkészítő folyadékot se tudok nektek mutatni, de bevágok ide pár példát, amit lehet kapni itthon. És arra gondoltam, hogy az első csík, amit megmutatok nektek, az a... a vítes hideggyanta csík lenne. Tehát hajszárító hiányában szőnyegen fogom felmelegíteni, és amikor ezzel megvagyok, szétválasztom magát a csíkot. És ha lentről kezdtek, szerintem az a legcélszerűbb. Felrakjátok, rásimítjátok arra a részre, ahova felhelyeztétek. Teljesen mindegy, milyen irányba simítjátok, viszont az nagyon fontos, hogy jól belenyomkodjátok, ugyanis hogyha a gyanta nem ragad bele kellőképpen a szőrötökbe, akkor nem tudja kitépni, csak meg fogja húzni, ami azért is rossz, mert nem jön ki a helyéről, illetve újra át kell menni rajta, ami nem tesz túl jót a bőrötöknek, ugyanis a gyantázás magában is egy elég megterhelő folyamat. Ha nem muszáj, akkor ne ismételgessük egymás után. Van egy ilyen nagyon jó kis megfogója, ami nagyon fontos gyantázásnál, hogy nem így húzzátok a papírt, hanem minél jobban párhuzamosan a bőrötökkel. Minél párhuzamosabban húzzátok, annál kisebb az esély arra, hogy magát a bőrt meghúzzátok, és sebeket okozzatok, ugyanis gyantával lehet sebet okozni. És ami még nagyon fontos, hogy mindig
tartsatok ellen a bőrötöknek. Hogyha kifeszítitek a bőrt, nem tudjátok meghúzni, viszont ha nincsen kifeszítve, akkor nagyon csúnyán meg lehet húzni, és ebből lesznek a sérülések, és emiatt fog baromira fájni. Tehát kihúzzátok, lehet, hogy túl sokáig beszéltem, és kicsit meghűlt a gyantám, viszont normál esetben ennek egy húzamba szépen le kell jönnie, anélkül, hogy megrepedne. Hideg gyantát egyébként szerintem utazásokra a legcélszerűbb magatokkal vinni, vagy hogyha valahol SOS-ben szeretnétek gyantázni. Az én kedvencem lábra az a sima görgős gyanta, aminek a használata úgy néz ki, hogy felviszed a gyantát arra a részre, amit leszeretnél gyantázni. Fogsz egy gyantapapírt, felhelyezed oda, ahova felkented a gyantát, a végén hagysz mindenképpen egy kis részt, hogy meg tud fogni. Jól belenyomkodod mindenfelől, megfeszíted a bőrt, és lehúzod. Belenyomkodod, megfeszíted a bőrt, és lehúzod. A görgős gyantával az a baromi nagy előnyötök van, hogy akár a fél lábatokat is be tudjátok kenni. Megpróbálom megmutatni egy másik irányból is. Ugyanis ez, ha egyszer fent van, ez addig használható, amíg le nem húzol mindent igazából. Nem köt meg, nem változtat állagot. Így néz ki a görgős gyanta. Azt ne nézzétek, hogy jelenleg milyen nyomorult állapotban van szegény gyantagépem, viszont utána jön az a gyanta, amit a legtöbbször kozmetikában szoktak használni, szerintem ez pedig a gyöngyös hideg gyanta, amit minden esetben egy spatulával kell felvinni. Ez a spatula lehet műanyag, fém vagy fa is. Nagyon fontos, hogy a gyantának megfelelő állagúnak kell lennie, ugyanis az állag mutatja a hőmérsékletet, és hogyha túl folyékony a gyanta, akkor az túl forró, amivel elég komoly égési sérüléseket lehet okozni. Ha túl kemény, vagyis túl hideg, akkor pedig nem fog kellőképpen ragadni, tehát nem fogtok tudni vele gyantázni. Jelenleg ez még egy kicsit híg, tehát meleg, úgyhogy elkezdem egy kicsit hűteni. Nem tudom, hogy ez pontosan melyik gyanta, viszont az biztos, hogy ugyanabból a Waxme is rendelésből van, amit az instás videóban láthattatok. Egy kicsit kevés van jelenleg ebben a gyantatartóban, de nekünk most ez is bőven elég lesz. Tehát kivesztek egy keveset a gyantából, és elkezditek tekerni a spatulát. Ez egy olyan mozdulat, amit kell gyakorolni, viszont hogyha begyakoroltátok, akkor nagyon könnyen fog menni. Ezután ez arra is szolgál, hogy egy kicsit hűljön a gyanta, illetve nyilván el kell jutnotok A-ból B-be, úgyhogy ne csöpögjön le. Szőrnövekedéssel megegyező irányban kenitek fel, és minden esetben hagyjatok a végén egy kis pöcköt. Természetesen ezt egyébként nagyobb felületre is fel lehetne vinni, egész combot beterítően, vagy egész fél lábszárat beterítően. És a lényeg az, hogy hagyjatok itt egy ilyen kis vastagabb részt, amit ha megkötött a gyanta, akkor meg tudtok majd fogni, és le tudjátok húzni. Érzitek is, amikor elkezd kihűlni, viszont ha úgy érzitek, hogy már lehet jó, akkor kezdjétek el tapogatni, itt, ahol vastagabb, még egy kicsit fog. Ezt a gyantát ilyenkor már nem tudjátok belenyomni a szőrötökbe, ezt akkor kell belenyomni, amikor viszitek fel a spatulával, ez pont egy törött, akkor kifejezetten erősen kell nyomni azért, hogy beleragadjon minden szőrszába. És amikor úgy érzitek, hogy megfelelően megkötött, akkor kicsit meghúzzátok a bőrötöket, és egy picit csináltok egy ilyen kis fület, amit aztán meg tudtok húzni, és le tudjátok húzni a gyantát. Ez viszont már nem
újra használható. Ennek ennyi volt az élettartama. Szépen kidobjátok. Tehát ez a gyanta pedig így működik. És a mai utolsó és számomra a legfélelmetesebb gyanta típus az a cukorgyanta, amihez biztosan fogok hintőporozni, ugyanis hogyha a cukorgyanta egy nagyon picit is nedves lesz, akkor nem fog működni a dolog. A cukorgyanta az biztosan egy olyan dolog, amit köröm nélkül sokkal-sokkal könnyebben tudnátok használni. Most sem tudom, hogy melyiket próbáljam. Mind a kettő kifejezetten keménynek tűnik. 20 minutes later. Okay, ennyit tudtam kimenteni, és még mindig keménynek tűnik. Megpróbálom egy kicsit felmelegíteni. Hát, ha az segíteni fog. Valamiért úgy érzem, hogy most sem fogunk tudni cukorgyantát használni. Elvileg ennek olyan puhának kellene lennie, hogy én ezt el tudjam kezdeni beledolgozni bőrömbe, de nincs az az Isten, hogy én ezt meg tudjam csinálni. Ez működött. Aha. Viszont 5 milliószor fájdalmasabb, mint egy sima gyanta. Ugyanis amíg felkenitek, addig 5-ször megszültök közbe. Kezemre elkezdett egy kicsit jobban megpuhulni. És ugye a cukorgyantának az lenne a lényege, hogy ezt a kis gömböt addig tudjátok használni, amíg igazából nem lesz túlságosan tele szőrrel, és nem kezd akadályozni titeket, bár mondjuk én őszintén megmondom, hogy engem maga a gömb is akadályoz. Végül is leszedte a szőrt, csak nem tudom, sokkal-sokkal bonyolultabbnak tartom, mint megvenni egy görgős gyantát és azt használni. Mindened ragadt tőle, a stressz, amit megfőzött, hogy jó lesz-e. No. Au! Na most valaki azt mondta nekem, hogy ő a punaniát gyantáztatta cukorgyantával. Most, hogyha én ebbe belegondolok, hogy ezt fel kellene oda kenni, az egy katasztrófának tűnik. Konkrétan egy kész katasztrófának. De működik. Kifejezetten jól, csak nagyon macerás. Akik gyantáznak egyébként is, azok leírják nekem, hogy ők milyen gyantát használnak? Kifejezetten kíváncsi lennék rá. A márkája nem feltétlen érdekel, hanem a fajtája. Lehet, hogy a másik lábamat megpróbálom teljesen cukorgyantával megcsinálni, és megnézni, hogy van-e különbség igazából a sima gyantás lábam, kezem. Lehet, inkább a kezemet csinálom meg cukorgyantával, és összehasonlítom az egyiket a másikkal. Sajnos nagyon ragad a kezem, úgyhogy nem tudom feljebb állítani a kamerát, de nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem. Remélem, hogy tanultatok valamit ebből a videóból. Hogyha bármi kérdésetek van, akkor azt írjátok le a komment részlegbe, megpróbálok mindenkinek válaszolni. A TikTokos cukorgyanta receptet lent hagyom nektek a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!